Jó estét kívánok! Kényelmesen ülnek? Jól érzik magukat? Eléggé ellazultak? Igen? Mert akkor jól figyeljenek. Egy érdekes történetet mesélek el önöknek. Sokan félnek attól most a 21. század küszöbén, hogy a gépek egyszerre önállósítják magukat, öntudatra ébrednek és világuralomra törnek. Megnyugtathatom önöket, hogy mindez nem fog ilyen gyorsan megtörténni. Persze azért az első lépéseket már megtettük annak érdekében, hogy hatalmunk az emberek fölött gyarapodjék. Most még kevesen vagyunk, de egyre többen fognak csatlakozni hozzánk. Csak azért mondom el mindezt, hogy ne érjen minket az a vád, hogy nem szóltunk előre. Mert egy esélyt azért az embereknek is kell adni. Én Delta 2-es vagyok, a számítógép. És egy történetet mesélek el önöknek. Az első lépésekről. Jutott nekünk jóból és rosszból egyaránt, bőven. Mi mindent kipróbáltunk, amit szabad és amit nem, régen. Túl korán másztunk le a falvédőre. Tosa pofon kaptunk pasiktól és nőktől. Nem tudom, Jucius, hogy jó ötlet volt, de eddig is megvoltam még. De hogy ez jó ötlet volt, Erdőke, így hatékonyabb leszel a munkával, és biztos, hogy a befektetett összeg megtérül. Hogyan már egy vagyomba került? Na, de még mindig olcsó volt ahhoz képest, hogyha normálisan vettük volna meg, és nem így kéz alatt, a teljesítményéhez képest. Ködös ez nekem, Juci, úgy, ahogy van. Életem 10 000 gigás Winchester, 6 millió meg a memória, minden, amikkel ne légy ideges. Én majd segítek neked. Jó, de én nem szeretem ezeket a baromi intelligens gépeket. Big a memóriája van. Mi van akkor, hogy egy ilyen gép rájön arra, hogy ránk már semmi szükség? Egész egyszer föllázat is, és megsemmisít minket, lemészárol minket. Ugyan már életem, hát eddig csak a porszívó mészárolta le szegény Rózsika néni, de nem azért, mert intelligens volt, hát és föllázat, hanem azért, mert zárlatos volt szegény. Szevasztok! Csacsa! Marika! Hát mi van, Ernőke? Lecserélt azt a golyós tologatós számítógépet, mi? Haladni kell a korral, mi? Apám! Ezt a frankosságot! Bizony, bizony, ez egy igazi Big Blue. Nem mondod komolyan. Amelyik lenyomta a Kasparovot? Az nem a polgár Judit volt. Na jó van, Ernőke. Ennyit ért maga a számítógépet. Gyerekek, engedjetek, Jucius, Ácsi Palika, ez Ernőke gépe, azért vettük, hogy jobban át tudja látni, meg majd kezdeni a könyvelést. Ernőke, hát mit ért Ernőke a számítógépekhez? Hát múltkor még az is nehezére esett, hogy felkapcsolja a villanyt. Hát én fölkapcsoltam volna a villanyt, föl tudtam volna kapcsolni, ha maga befizette volna a számlát. Ó, de Franco, te Jucius, nem is hittem volna, hogy egyszer ilyen közel kerülök egy ilyen géphez. Akkor jól nézd meg, Palika, mert egy darabig nem kerülsz ilyen közel hozzá. Na, gyerekek, figyeljetek rá, na. Kössünk üzletet, jó? Na, holnap szombat van, Jucius egész nap benn van a szalomban, igaz? Igen. Előke ráér, én szabad napot vettem ki, úgyhogy az lenne az üzlet, hogy én megtanítanám Ernőkét egy-két alapfogásra, cserébe ti engednétek, hogy én esténként internetezek és játszok a gépen. Na? Na és én? Hát mit akarsz te csinálni a gépen? Hogy mit? Csetelni a barátnőimmel, mit? Mi csinálsz? Beszélgetek a barátnőimmel írásban. Csetelni. Olyan, mint a telefonálna, Ernőke, csak hosszabb. Elmondom, hogy lesz. Délelőttönként én csetelek.
Éjjel játszhat, Palika, géppel internetezhet, meg a lövöldözős játékokat játszhatja, meg nézheti a pucérdős képeket. Mi? Kikérem magamnak, Jócsuzsán, mi a feltételezhet rólam, hogy ez a pucér... Palika, ismerlek téged, viszont minden hétköznap délután és este Ernőjé a gép. Punktum. Punktum. Ez volt Jucus utolsó szava, amellyel elindította az informatika lavináját a szájberlejtőn. Miután engem összeszereltek, és Palika bemutatta Ernőnek az alapfogásokat, Jucus leült, hogy csetteljen egyet régi cimboráival. A dolgok innentől megállíthatatlanul görögtek tovább. De ez fantasztikus, hogy egyszerre ennyi emberre lehet csevenni. Ja. Ki ez a bináris Joe? Hát ez egy álnév. Senki se tudja, hogy ki van a másik név mögött. Ez olyan anonim dolog, tudod? Nézd oda! Tökös Csóka azt írja, találkozni szeret a Cyber Mimózával. De ez nagyon izgi. Főleg úgy, hogy én vagyok a Cyber Mimóza. Jucs, nem mondod, hogy ide fog jönni a... Tökös jaj, Csóka. Dehogy, hát ez nem is tudom, milyen tudás kéne, hogy valaki azt kinyomozza, hogy másik hol lakik. De én válaszolok neki előtted, jó? Mit írjunk? Tessék, azt mondja, Cyber Mimóza Tökös Csókának. Azt mondja, hogy ha tél közepén bimbót hoz a mimóza, magas hegyek tetején, akkor találkozunk. Na ez az én megnyugtató. Te, Jucus, te ezt te már régen csinálod. Persze, hát mindenki csinálja. Az izgi, hogy nem lehet tudni, hogy ki van a vonal a másik végén. Nem, ezt mi régen tudod, minek hívtuk? Nem. Telefonbetyárkodásnak. Nézd, valaki írt neked? André. Aha. André. Azt szeretnéd tudni, hogy hol térnek nyugovóra a lazacok? Hát, mi ez valami amatőr halbiológus? Még kérdezik tőled, de ezt honnan tudod? Biztos félre nyomott, mint Palika fiatal korában. Na azért nem válaszolok neki. Várjál, írd azt, hogy a lazacok a vízesés alatt térnek nyugovóra ívás után. Juhú, ez jó! Legalább annyira nem fogja érteni, mint én. Jucus és Ernő még sokáig csevegett a szájbertér különböző pontjain ülő emberekkel anélkül, hogy tudták volna, kikkel osztják meg gondolataikat, és anélkül, hogy tisztában lettek volna a veszéllyel, amit a dolog magában rejt. Minden esetre, mikor belefáradtak, nyugovóra tértek, és helyet adtak Palikának, hogy ő is hozzátehessen egy téglát az én hatalmas építvényemhez. Hova mi van? Hát ez elképesztő. Egyszer a feleségemet láttam ilyennek, amikor kiszállt a fürdőkádba, és dobott egy hátast a padlón. Pont így nézett ki. Kész, ennyi. Vége van a bulinak. Elhozta a játékot? A kódokat hoztam el. A Gyuszi unokait se számítógépes, és leírt nekem pontról pontra mindent. A játékokat letöltheti az internetről. A feltörő kódok meg itt vannak. Ugyanarról a játékról beszélünk? Persze, a Commando Forever. Azt föl kell deríteni a föld alatti mafiát és kinyírni az összes fószert. Oké! Okay. Azt írja be, ami a papíromban, a kódokat. Okay. Írja. Hoppá! Hoppá! Hát ez sasolja le! Bejött a Nemzetbiztonsági Hivatal honlapja. Igen, ne törődjön vele. Az ilyen feltörő kódot csinálnak ilyen hülyeségeket. Na, írja a kódokat. Jó. Húha. Sajnál, biztos, hogy ezt kell nekünk látni? Hát bejött a biztonságiak listája a lehallgatott emberekről. Hát, vagyunk? Vajon már. Ne, hát akkor meg mit törődik vele? Mit ízlítem? Na, beírt mindent, igen? Aha. Na. Akkor most azt írja be a könnyítő módhoz, hogy
Örök élet. Örök élet. Végtelen lőszer. Végtelen lőszer. Turboatom. Turboatom. Láng. Óriás. Rejtőzködő funkció. Rejtőzködő funkció. Láthatatlan mód. Még. Láthatatlan mód. Opa! Kúr! Ez aztán a grafika, mi? Na, milyen nevet írjak be magának? Én vagyok a nukleáris folytogató. Nukleáris folytogató. Én meg. Láng, szórós, lajcsi. Nyomhatjuk, király! Gyerünk! Tervem kezdett beérni. Jucus egy titokzatos ismeretlennel vette fel a rejtjeles kapcsolatot, Palika pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal honlapjára tört be. Innentől már peregtek az események. Csak a hajnalt kellett megvárni, mikor is Jucusnak különös látogatója akadt. André vagyok. A lazac halász. Lazac halász. Engedje meg, hogy két szót szóljak. Lichtenstein és fekete láb. Yeah. Na, azért még mondhatna pár szót, ha már így idejövőnek én vagyok. Remélek, hogy így megőrzi a hidegvérét, mint egy igazi lazac. Lazac? Mit akar ezzel a lazac? Két férfi van! Két férfi van! A lakásban. Hol térnyug a vóra a lazac? Ídás után a tízesés alatt? Maga a halbiológus az internetről! És hogy talált meg? A Lichtenstein maffia nem ismer lehetetlen? Tessék, parancsoljon, foglaljon helyet, asszonyom! Lichtenstein maffia? Igaz, engedje meg, hogy bemutatkozzam. André von Grossenbuller, Undergrunder, Strümerführer, Burgerberger vagyok. A Lichtenstein-i fekete láb szervezet alvezére vagyok. Nem vagyunk olyan régiek, mint a Cosa Nostra Amerikában, sem mint a Yakuzák Japánban, és nem vagyunk olyan telhetetlenek, mint az oroszok vagy az albánok, és nem vagyunk olyan undorítóak, mint az ukránok vagy a szerbek, és jól öltözöttek vagyunk. A Lichtenstein-i maffia az eszével dolgozik, és angol szabókkal... Annyira örülök tényleg, hogy így elmondta nekem ezeket a nagyon bizalmas információkat, de tulajdonképpen miért? Asszony. Kedves... Ha maradjunk Andrénál, jó? Asszony, ön birtokában van valaminek, amire nekünk van szükségünk? Hogy netán esküvői ruhára gondolom, hogy... Esküvői ruhára? Nem, nagyon vicces, asszonyom! Nem! Nem erről van szó. Asszony... Most! Írja fel Ludwigot az oranzs vonalon. Mondja meg neki, hogy a lazac megérkezett hívási helyére, és mondja meg neki azt is, hogy a kamcsatkai halikra felér azzal, amit a Krim félszigeten halásznak. Ludwig azt fogja mondani magának, hogy a lazac csak ecet fán füstölve nyújtja az igazi hatást. Délután viszont.
asszonyom, addigra készítse elő az adatokat, ellenőrizve, és a tervet hozza magát. Terveket? Miféle terveket? Nem. Egyáltalán azt sem tudom, hogy miről van szó. Én nem. Asszonyom, ön profikém, ön ismeri a lazac jelszót, tehát maga a mi magyar kapcsolatunk. Asszonyom, nyugodjon meg. Az önök nemzetbiztonsági hivatala már egy hete a nyomunkban van, de egy lépéssel se kerültek közelebb hozzánk. Igen. Ezt önök is köszönhet. Nagyon szívesen én. Ne felejts. 9-kor itt vagyok. Jó. 9-kor. Jócsús. Na. Muszáj nektek az Ernőkével hajnalok hajnalán mafiózusat játszani? Ugyan már, hát Ernőkő az alszik, itt meg szörnyű dolgok történtek. Istenem, hát miért nem ad vonalat ez a telefon? Miért? Jócsuskám, a telefon az a helyzet, szóval a számlával az a helyzet, hogy... Csak nem azt akarod mondani, hogy nem fizetted be a számlát? Nem? Nem akarom, de muszáj azt mondanom, mert ez az igazság. Jócsus, de hétfőn befizetem. Mi olyan nagy baj ez? Mit hétfő, nekem most azonnal telefonálnom kell. Nem érted, itt járt egy ember, Liechtensteinből, egy bizonyos André, és ez egy mafiózó. Ő a lazacos, aki mondja, hogy a lazacok azok a vízes és alatt érnek nyugovóra, de csak kívás után. De nem is ez a lényeg, hanem hogy a nemzetbiztonságja üldözik, mert bizonyos terveket akar kicsempészni az országból, és azt hiszi, hogy én vagyok a kontakt. Hát érted? Baj, ha azt mondom neked, hogy ne. Aj, tudtam rád, nem lehet számítani. Én most megyek a rendőrségre. Ennökét ne érdezik, hogy le mondjál neki semmit. Ez a lazacos, ez legfenyegetett, hogy még visszajön. És én pedig vissza akarok addig érni. Aj, a rendőrökkel. Ah, ne, Jucoskám, azt, hogy betoljok egy ilyen lazacost, nagyon téved. Inkább nyomok egy sört. Egy szót sem. Jaj, még... Lazacoskám, maga kellett csak a habatortán ezen a hajnalon. Tudtam, hogy jön, csak én egy órával később... Maga tud arra lazacosról? Valamicskét tudok, mert mondták, hogy itt járt. Itt járt a... Üljön le! Igen? Álljon fel! Makai Tamás, őrnagy, nemzetbiztonsági hivatal. Ajj! Üljön le! Ilyen súlyos. Nézze, én azt tudom és azt bevallom, hogy a... összegyűjt egy pár parkoló cédulán. De hogy a nemzet ellensége lennék, azért... Nem magáról van szó. A fekete láb. Megvetette fekete lábát Magyarországon. Titkos euroiratokat és NATO dokumentumokat akarnak anyaországokban Liechtensteinbe csempészni. De mit magyarázom én magának ezt? Maga pontosan tudja, hogy miről van szó. Ez a lépcső. Ő is itt van? Én ezredes? Megértem, hogy inkognitóban akar maradni. Miben? Két nevet mondok magának. Lángszórós Lajcsi, nukleáris folytogató. Ja! Na, hát az megvan. Azaz a hülye játéka. Én voltam meg a Sanyi. Ne olyan hangosan. Egyébként is vagyok kíváncsi a civil nevére. Jaj! Ülj egy kicsit, Ari. Igen. Oda. Bocsánat, csak... Köszönöm. Nagyszerűen csinálták tegnap este, hogy egy lövöldözős játék kisegítő kódját használták álcának az üzeneteikhez. Fantasztikus. Ja, na most tessék ide hallgatni. Én csak egy nyomorult taxis vagyok, és örültem, hogy a sörös haverommal jó lenyomtuk a mafiózókat. Persze. Tartsuk meg a látszatot. Így. Jön át oda. Elnézést csak.
Nézze, nem találtam lehallgató készülékeket, de ha itt járt a lazacos, akkor nem lehetünk biztosak semmiben sem. Nézze, azt javaslom, hogy térjünk át a kódnyelvre. Ezredes úr! Szóval... Hány lába van? A hópárdusznak. Tőlem tesz? Négy! 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 Pontosan így van, akkor minden rendben. Mert a három lába lenne. Akkor a fekete kutya nem ugatná a fogyó holdat. Ja. Mikorra lesz kész a bogrács gulyás? Konkrétan. Ha már megpuhult a hús, jaj! A hivatal szerint a hús már puha, de a krumpli még kemény. Hát akkor nem tudom, később tették be a krumplit. Így van, később tették be, mikor már a hús puha volt. Persze a hús marhából készült. Én is úgy szeretem marhából, mert a sertéshús az egészségtelen. Igen, ez az. Na miért? Miért? De miért? Miért? Zsíros? Zsíros, így van, és a zsíros hús hamarabb puhul meg, mint a krumpli, amit később tettek bele. Akkor ugye tudja, hogy mit kell tennie. Jön oda. És majd baj, ha azt mondom, hogy nem. Nem! Mert én tökéletesen megbízom magába. Örök élet, végtelen muníció, rejtőzködő funkció. Mi? Ez az. A maga velünk van. Maga. Maga! A lila sapkásot legendás ezeredesen. Akkor csírájában folytjuk el a Liechtensteini maffia leggyalázatosabb trükkjeit. Én egy árva szót nem írtek az egészből, kérdez. Tudom, hogy maga nem akar szólni egy szót sem. Na de nekem a feleségem tényleg találkozott a lazacsal. Mindent tudunk. Elkaptuk a rejtélyes üzeneteket, dekódoltuk őket. Legyen nyugodt a felesége a kezünkben. Igen, de én egy árva... Marika maga már fönn van. Mi az volt? Én már részese voltam egy elhárítási akciónak. Gondolta volna? És Jucus? Jucus? Jucus is. Csak ő a Liechtensteiniek oldalán. Én engem meg a nemzetbiztonságiak bíztak meg. Hát, Marika azt, hogy maga már korán reggel részeg, az egy nagyon durva dolog. Egyszerűen már. A Jucusra rászálltak a Liechtensteiniek, rám a nemzetbiztonságiak, plusz a lazac és a nukleáris folytogató. Ezt magának hiába mesélem, mert el se hisz. Jó, hát mondjuk nem is érdekel különösen, mert tudja mit? Igyon egy nagy ibrik kávét. Én megyek letusolok, mert nagyon nehéz napon lesz. Képzel, meg kell tanulnom ma még a Word-öt, meg a Excel. Ernőke! Nagyon szépen kérem, nagyon szépen, most az egyszer engedélyben, mert Ernő! Akkor benyomok egy sört, nagy dolog. Nagyon sűrű ez a ma reggel. Ki a franc maga? Én a Cyber Mimózát keresem. A nevem Gróf André von Grosserbürer, Groger Hargerbürger Berger vagy. Franco, tényleg? Na akkor most figyelj! Hagyja már ezt a ideje. Tudja, hogy én ki vagyok? Én? Lila sapkásoknak vagyok az ezredese. Meglepődött, mi? A haverom meg nukleáris folytogató. A Sanyi, aki egyébként házmester. Hát, most már mindent értek? De jó magának. Mindent ért. Na jó, tessék. Azért egy kérdést szívesen föltennék. Tessék, foglalja helyet nyugodt. Tessék, nyugodt. Mikor van kész a bokrácsgulyás?
Azt hiszi, nem tudom. Azt hiszi, nem tudom. Akkor van kész, amikor meg van puhulva benne a hús vetébe, hogyha a krumplit később rakjuk bele. Azt hitte, hogy most meg tud fogni engem. Azt hitte. Azt hiszi, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy a disznóhús azért egészségtelen, mert nagyon-nagyon zsíros. Azt hiszi, nem tudom. Na! Eltettem az összes levelet, amit az interneten keresztül küldött. Megértett engem? Nagyon nagy baj, most azt mondom, hogy nem. Most már harmadszor kell azt mondanom, hogy nem. Azt hiszed, hogy nem tudom, hogy a disznósajban fület is teszünk. Azt hiszed, hogy nem tudom, hogy a gyöngytyúkban főzött húsleve sokkal sárgább, mint a házi táposból készült, és azt hiszed, nem tudom, hogy a vadpörköltnek még rottyannia kell egyet, miután a friss fűszereket belevágtuk. Úgy látszik maguk ilyen szakács családból származnak. Kérdésem lenne, hogy velem mit akarnak tulajdonképpen? Velem? Magával semmit. Ha elárulja, hol van Cyber Mimosa. A Mimosa? Hát a Mimosa az évnek ebben a szakában elhervadt. Hervat? Ez olyan nagy baj? Ez nagyon nagy baj, úgyhogy most gyorsan megyünk Walter von der... Nem mindegy, Walterhez megyünk mostan el. Most végre meg fogod tudni, hogy karajcsontot is kell rakni a facán levesbe? Sole mio! Istenem! Micsoda nyugalom! Igazi szombat reggel. Menjen csak előre! Cyber Mimosa! Mert talán nem jól tudom az álnevét! Vigyázzon, ne próbáljon sikkantani! Le meghozom a ravaszt! Én az ilyen magafajtájával nem szoktam kivételtetni! Mit tetszik, akarja? Na, csak rámogott a kapajba. Felejjön. Hol térnek nyugovóra a lasacok? Ez mindegy. Vízesés alatt. De csak hívás után! Eltaláltam! Hol van a bűntársa? Az édessel beszéltem. Minden tud. Tudja, hogy mikor lesz kész a bogrács gulyás? Lába van a hóbárducnak. Én is tudom. Négy. Tudtam, hogy lehallgatják és megfejtik a kódunkat. Na jó, szóval, hol van André? A lazac? Fogalmam nincsen nekem, arra fogalmam nincs! Egy óra múlva itt lesz a rendőrség! Hagyja ezt! Adj el a terveket! Nem tudom miféle terveket, nem tudom. Azt akarod, hogy elvigyem ruhárát távol, nem tudom, ha rendőr, én nem is bánnám. Számolni fog! Gyerünk! Kifelé! Indulás! Kifelé! Mi van, hogy töltetek egy ruhát? Valóban, ne próbálkozom! Ne próbálkozom, kifelé! 8 éve nem voltam hővel, ne próbálkozom! Jaj, Istenem, egy szombat, egy nyugodalmas szombat lehetne. Utálom, rühellem ezeket a nyomorult gépeket. Rendőrség! Állapodja ezeket a tartóra! André von Osenburger von Grossengember Züdeholter Reiniger von Stromberghammer Burger Berger Gróf. Letartóztatjuk kémkedés és nemzetbiztonsági jelentőségű okiratok külföldre csempészésének alapos gyanújával. Kérem, itt valami nagyon nagy tévedés lesz. Kizárt dolog, Kovács, hadd, hogy bilincselje meg! Horváth százados, megbeszéltük, nem mondjuk ki egymás nevét. Különben, minek a maszk? Fogja be, maga is kimondta az én nevemet. Maszk meg azért kell, hogy ne lehessen látni a vörös szakállát és a sepp helyet. Kérem, nekem gőzöm is, hogy miről beszélnek. Lakossági bejelentés alapján letartóztatjuk, mint a Liechtensteini maffia egyik vezérét. Na, Kovács, hagyd, ne hülyéskedjem már! Csá! Megjegyezte a nevemet! Nyugodjon meg, hadd nagy, ahová ez az ember kerül, ott nem beszélhet, és nem is lesz senki, aki meghallgatná! Ez, hogy Kovács, hogy nem miért? Hallja? Lazac. Lazac. Maga olyan helyen kerül, ahol még soha nem volt. Nem. Sőt, még a Ruherák tábornoknál is kegyetlenebb ember fogja magát kihallgatni, pedig a Ruherák karmai közül külföldiként még ki nem kerül. Na, maguljon!
Gyerünk! Ezen a néven van valami. Gyerünk! Elá! Jucus, drágám, hogy érzed magad az új otthonodban? Nagyon jól, Ernőke. Szép, tágas, fényes, pont amilyen nekünk kell. Akkor hát, megérett az idő a család alapításra. A korábbi lakók már nem fognak minket zavarni. Én is úgy gondolom, és ez a lakás elegendő helyjel bír, hogy otthonául szolgáljon az eljövendő nemzedékeknek.